többünknek az az érzése, hogy az az elit, amelyik még a rendszerváltás időszakából itt maradt, ez nagyon sok tekintetben elvesztette legitimitását. Lényegében a 2000-es évtizedben és 2010 után nem. Hiába beszélt a kormány és a Fidesz és Orbán Viktor elitcseréről, igazából nem elitcsere történt, hanem egy klientúra kiépítés. Az elitnek ugyanis mindig van egy a teljesítményen alapuló és a politikától, a hatalomtól független léte, a klientúránál pedig éppen a teljesítmény hiányzik és a függetlensége. És ezért úgy gondoljuk, hogy a mai 20-30 éveseknek hát nagyon jó esélye van arra, hogy azt az űrt, amit a korábbi elitek kifáradása és az új elit nem belépése okozott, ezt betöltsék. Orbán Viktor még a 90-es évek közepén, tehát az első Orbán kormány előtt szeretett volna kompromisszumot kötni a mindenkori magyar értelmiségi elittel, vállalkozó, az éppen kialakulóban levő vállalkozó elittel, és hát ez nem nagyon sikerült neki, és ugye ez bizonyítja a 2002-es és 2006-os választás is, és hát ebből adódóan igazából hát ideológiát csinált abból, hogy lemondjon az elittel való kompromisszumból, és kezdte kiépíteni a saját klientúráját. A klientúráknak meg az a természete, hogy amennyiben a domináns fél, a hatalom birtokosa változik, márpedig egy demokráciában az egy idő után mindig változik, akkor a hozzá kötődő klientúra is nem fog elszegényedni, nem fog nyomorogni. Reméljük, hogy az sem fog bekövetkezni, mint néhány volt szovjetunióbeli országban, hogy emigrálnia kell, vagy esetleg még börtönbe is kerül. De mindenféleképpen a elit pozícióját, befolyását azt el fogja veszíteni.